Gyertyagyújtással, majd a hétpettyes óvoda nagycsoportosainak vidám ünnepi műsorával kezdődtek el december első szombatján a három hétvégén át tartó vízivárosi advent programjai. Színpadra léptek a Napsugár óvoda Ne felejtsd tagóvodájának kis növendékei, a Frim Jakab képességfejlesztő szakosított otthon lakói, majd a Hétvezér és a Szénatéri általános iskola diákjainak karácsonyi műsora következett. Horváth Miklósné, Deák Lajosné és Varga Tamás közösen gyújtották meg az adventi koszorún az első gyertyát. Ilyenkor várakozunk az eljövendőre, Jézus születésére, a karácsony estére, természetesen az ajándékokra is, és ez a várakozás megszentelése, ez a négy hét, ami előttünk áll. Prinszki Jánosnak egy nagyon szép gondolat, egy nagyon szép írása erről, hogy ha jól várakozunk például a hóesésre, akkor már a várakozás alatt átélhetjük és megélhetjük, mintha esne a hó. Ez a négy hét, azt gondolom, minden napja olyan lesz, mintha már szenteste lenne. A történelmi víziváros mai területén lévő városrészek Horváth Miklósné önkormányzati képviselő kezdeményezésére fogtak össze, így született meg a vízivárosi advent, amely immár szerves része az ünnepváró programoknak Székesfehérváron. Az advent az egy olyan ünnep, amire mindenki, minden család szeretettel készül, hiszen várják a szentestét, várják a karácsonyt. És akkor, hogyha mi is tudunk nekik örömet szerezni azzal, hogy összejövünk és a gyerekeknek egy szép műsort adnak, akkor biztosan szívesen jönnek, és hogyha ezt jól csináljuk, és minden évben megpróbáljuk megtenni, akkor lehet egy ilyen hagyomány a vízivárosba, és nem csak a belvárosba. Ez volt a gondolata, és ezt azóta ismételjük. Az első gyertyagyújtás házigazdája 11-es számú választókörzet volt, Deák Lajosné önkormányzati képviselő elmondta, a fellépő csoportok nagy szeretettel, hosszú időn át készültek műsoraikkal, hogy boldoggá tegyék a közönséget. Arra gondoltuk, hogy így, mikor készülünk a karácsonyra, hogy egy kicsit hangulatosabban, meghitt pillanatokat éljünk meg közösen. Nagyon fontos, hogy egy kicsit lecsendesedjünk, ne csak a szép lakást, hanem az elkünket, szívünket is tisztítsuk meg, és gyönyörködjünk a féltett kis kincseinkbe a gyerekekkel. Gyerekekben. Ez a hét vége is a gyerekekről szól, hiszen ők a nemzedék, a következő nemzedék, és amit mi adunk át, ők azt tanulják meg, azt folytatják, azokat az értékeket. A vízivárosi advent második alkalmát december 9-én szombaton 15 órától tartják, akkor a 4-es számú választókörzet és intézményei lesznek a program házigazdái.